Vízi bivajok Ludason. Új természetvédelmi területet avattak Madaras határában. Kérics túra. Vízibivajokkal gazdagodott a Palics-Ludas közvállalat állatállománya. Korábban már kecskékkel és szürke marhákkal is dolgoztak különböző területek revitalizációján. Szekeres Ottó természetvédelmi őr elmondta, az élőhelyeket, amelyeket korábban emberi erővel és gépekkel próbáltak kezelni, jobbára sikertelenül, mára őshonos állatokkal gondozzák. 11 szürke marha mellett december óta 7 vízibiva is a természet szolgálatába állt, emellett több mint 40 birka és 50 kecske vesz részt az élőhelykezelésben. Átváltottunk és visszatértünk az alapokhoz, az őshonos állattartás ehhez a fajtájához, és az nagyon jól mutatkozott, tehát az élőhelyek teljesen jól rendbe jöttek, kialakultak ugyanazok az élőhelyek, ami nekünk eredetileg a terveinkben szerepeltek. Az állatok jól érzik magukat, teljesen egy ilyen természetes környezetbe és extenzíven vannak tartva. Nem azt mondom, hogy igénytelenek az állatok, de nagyon jól alkalmazkodtak ehhez a környezethez, illetőleg amit ez a környezet tud nekik nyújtani, és ezzel együtt ők az élő helyet teljesen jól alakítják olyannak, amilyennél mi szeretnénk. A szakember elmondta, annak köszönhetően, hogy az őshonos állatok jól érzik magukat Ludason, a szaporodásukkal sincs probléma. A jelenlétüknek köszönhetően több faj is visszatért a tópartjára. Érdekes ugye az, hogy egyes orchideai fajok, amelyeket a nád elnyomott azzal, hogy ugye a tóból kiburjánzva ezeket az élőhelyeket elfoglalta, kiszorított olyan növényeket, amelyeknek ott a helye területen, és azzal, hogy a marhák visszaszorították a nádat, megjelentek például a mocsári kosból, mint egy orchideai faj. Aztán nyilván ahhoz az ő legeltetésük vagy legelésük azt eredményezte, hogy megjelentek olyan rovarfajok, amelyek szintén a nádasban nem élnek meg. Ez táplálékforrás jelent sok madár számára. De a madarak közül az, ami ilyen nagy szenzáció volt, az a pásztorgén megjelenése, ami kimondottan kötődik a legelő állatokhoz, nagy testű legelő állatokhoz, de amellett az élőhely átalakulásával, illetőleg jobbá fordulásával a nyári ludak, a különféle génfajok táplálékot találnak a területen, és visszatért a piroslábú cankó, mint költőfaj ezekre a területekre. A ludasító napján Dobó Márta, a Palics Ludas közvállalat igazgatója arról beszélt, hogy 2015 óta működik ez a kezelési forma az Északbácskai térségben. Amint most elindul a vegetáció, most fognak igazán érdembe is látványos eredményeket megvalósítani. Ugye ezeknek a jószágoknak nem gazdasági értékük van, ezeknek nem haszonjószágként vannak itt tartva a területen, hanem pontosan ez a lényeg, hogy visszaállítsák azokat a régi flórát, faunát, ami ezen a vidéken megtalálható volt. A ludasi tavat 1977. március 28-án nyilvánították Ramszari helyszínnek, a maga 593 hektáros területével. Az elmúlt időszakban jelentős munkálatok kezdődtek az élőhely megóvása érdekében. Elsősorban ez a most már majdnem befejezett zöldsáv kialakítás és part helyreállítás, ami történt az elmúlt hónapokban itt a hajdújárási település szélén. A másik pedig ugye, amit várunk az idei év folyamán és a jövő évben, hogy itt is megtörténjen a partmenti területnek a kisajátítása és egy zöld parti sávnak a létrehozása, ami nagyba fogja javítani a tónak az állapotát. A ludasító gazdag madár és élővilága nem csak az ornitológusokat és az amatőr madár megfigyelőket vonza. Népszerű kiránduló helye az iskolás csoportoknak is, akik oktatási programok keretében ismerkednek a tájjal.
Madaras település határában a Madarasi Marhajárás nevű terület a Felsőbácska egyik megmaradt ősgyepe, amely számos természeti értéket rejt. Több éves előkészítés és egyeztetés után március 27-én dr. Rácz András környezetügyért felelős államtitkár, Ugró Sándor a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatója és Juhász István Madaras polgármesterének jelenlétében felavatták a helyi védettségű területet. A védetté nyilvánítást még 2017-ben Juhász István polgármester kezdeményezte, ezt a Kiskunsági Nemzeti Park messze menően támogatta. A természetvédelem számára fontos a lakossági, meg a helyben lakó embereknek az együttműködési készsége, együttműködési szándéka, hiszen csak velük együtt lehet természetvédelmet csinálni, és érdemi természetvédelmet művelni. Ez a védett terület, ez helyi kezdeményezésre kezdődött, illetve indult el maga a védetté nyilvánítási eljárás. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy maga a folyamat eredményeként létrejött védett terület, az egy mindenki számára fontos és megőrizhető terület marad. Azért van óriási jelentősége ennek a területnek, mert bár kicsi a terület, de rendkívüli a biodiverzitása. Nagyon nagy fajszám fordul elő. Az igazgató felhívta a figyelmet a területen most virágzó ritka növényre. Ez a tavaszi hérics. Ugye most is uralja a területet, bár még ugye nem vagyunk a virágzás csúcsán. Uralja a területet az élén sárga színével a tavaszi hérics, amiről a helyiek a saját tavaszi fesztiválokat el is nevezték, és egyébként ebben a térségben több ezres példányszáma, egy kb. 5000-es tő számra tehető populáció lehető fel. Ugró Sándor kitért a jövőbeni tervekre is. Az idegenforgalmi bemutathatósága az mindenképpen egy feladat, és ez a terület önkormányzati tulajdon, önkormányzati kezelés, és az idegenforgalmi bemutatásban mi legfeljebb partnerek tudunk lenni, azok viszont ugye nagyon szívesen vagyunk és leszünk is. Ebből a szempontból megkezdte az önkormányzat tulajdonképpen az első bemutatóhely kialakítását. Itt jöttünk el nem olyan nagyon messze a Gémes kút mellett, ahol egy ilyen kis bemutatóhelyet már kialakított. Madaras polgármestere a helyiek aktív támogatását és a távlati lehetőségeket emelte ki. Az emberek, akik tudnak arról, hogy mi ez, örülnek, támogatják, szeretik is, hiszen amióta ide születtünk, miénk magunknak érezzük, ismerjük ezt a területet, a madarasiak nagyon régóta kijárnak ide, nem csak haszonállattartás céljából, ahogy régebben, hanem az itt látható és korábban többször említett tavaszi hérics mező, tavaszi hérics virágzáskor, vagy előtte korábban a tarkas áfránynak a gyönyörű látványa, de nyáron ez a szépen jó idő esetén, esősebb évszakok esetén gyönyörűen bezöldülő legelő egyébként is egy nagyon kellemes sétára, túrára alkalmas környezetet biztosít. Madaras határában a természeti értékek mellett műemléki, régészeti és geológiai különlegességek is találhatók. Ezek egy túraútvonallal történő összeköttetés lehetőségét nyújtják. Mindenképpen ez a szándékunk, több éve kidolgoztunk már egy ilyen tervet. Van a faluban egy helyi védettség alatt álló, nagyon szép, több mint 100 éves épület is, amit ennek az egész összefoglalt helyi értékeknek a bemutatására szánnánk, és hát itt a természetben pedig egy tanösvény kialakításával szeretnénk az érdeklődők, az emberek, a gyerekek, akikkel ugye feladatunk, hogy megismertessük ezeket az értékeket, és a kutatók számára ezt látogathatóvá tenni. Minden értéket, így a természeti, az épített, a kulturális és a népi hagyományos értékeket is fölkaroljuk, mindenben látjuk a jövőnknek az állagát, és szeretnénk, hogyha ezeket át tudnánk adni az unokáinknak is. Dr. Rácz András államtitkár a kisebb, de védelemre érdemes helyi területek jelentőségére hívta fel a figyelmet. A védetti nyilvánításoknak a hőskorszakán már túl vagyunk. A 70-es, 80-as, 90-es években a nagy táji léptékű védetti nyilvánítások megtörténtek Magyarországon, létrejött 10 nemzeti park, 39 tájvédelmi körzet és 172 természetvédelmi terület, összesen 850 ezer hektár. De a védetti nyilvánítások folyamata nem állt le, folyamatosan dolgozunk, a helyben élők, önkormányzat, például aki a Madarasi Marhajárás védetté nyilvánítását kezdeményezte, Természetvédelmi Örök Nemzeti Park igazgatóság, folyamatosan dolgozunk a védetté nyilvánítások ügyén. Hát ma egy nagy örömteli pillanatnak voltunk részesei, hiszen 43 hektáron kihirdetésre került a Madarasi Marhajárás természetvédelmi terület. A
hátunk mögött látható bácskai, csodálatos, löszös, gyepes élőhelyeken, ami nem csak a tavaszi héricsről és a védett növények soráról híres, hanem jövőbeli lehetőségeket is tartogat, például földi kutya és ürge populációk számára, amiknek ez valaha élőhelye volt. Jövőbeni terveink között szerepel, hogy vissza tudjuk hozni ide ezeket a populációkat. A Kiskunsági Nemzeti Park és a térség élen jár ma is a védetté nyilvánítások területén, nem csak darabszámban, hanem kiterjedésben is, tehát hektárban is, és minden ilyen kezdeményezésnek örülünk, főleg azért, mert a természetvédelem az nem lehet csak az államnak az ügye és feladata, persze nagyon fontos a természetvédelmi őrök, a Nemzeti Park Igazgatóság, az állami természetvédelem 1400 munkatársának a munkája és feladatellátása, de ez egy sokkal komplexebb dolog. Ide kellenek a társadalmi szervezetek, a civilek, az önkormányzatok, a helyben élő gazdálkodók is, hiszen közös munkával tudjuk megőrizni ezeket a területeket, hiszen nem néz neki így ez a gyep, például, hogyha gazdálkodók segítségével nem tudnánk legeltetni őket. Szólt arról is, hogy a szomszédos szerbiai vajdaság természetvédelmi szervezeteivel is fejlesztik a kapcsolatokat. Eddig is kiváló volt az együttműködés. Szerencsére a földi kutya élőhely nincs tekintettel a határokra. Tehát én voltam a határ szerb oldalán is, rengeteg földi kutyatúrás lehet látni, öröm a szemnek és nagy boldogság. Valamint a Palics-Ludas közvállalattal kiváló kapcsolatban állunk, olyannyira, hogy néhány évvel ezelőtt az összes nemzeti park igazgató kíséretében tettünk náluk látogatást, és folyamatosan segítjük az ő munkájukat, ahogyan ők is a miénket. Most legutóbb pedig Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság bivajokat adott a Palics-Ludas közvállalatnak legeltetés céljából, pontosan azért, mert mi ezeket a területeket egybe komplexen kezeljük, hiszen ez egy tájegység, és itt ugyanolyan fontos, hogy megfelelő legeltetés legyen, és elképzelhető, hogy a két miniszternek a közös találkozójára is ez ad majd apropót, mert tervezzük, hogy a szerb környezetvédelmi miniszter és a magyar agrárminiszter a bivaj átadás kapcsán és ügyén találkozzon, és tervezünk egyébként a minisztériumok között egy együttműködési szándéknyilatkozatot is aláírni környezet és természetvédelmi témában, tehát nem csak helyben jók a kapcsolatok a Nemzeti Park Igazgatóság és a Palics-Ludas közvállalat között, hanem minisztériumi szinten is kiváló kapcsolatban vagyunk a határszerb oldalán lévő kollégákkal. Az ünnepséget követően a résztvevők a területen elhelyezték a védelmet jelző táblát, majd rövid sétával bejárták a legelőt és környékét. Megcsodálták az itt nagy számban nyíló tavaszi hírics mezőit is. Ellátogattak az egykori téglagyár helyén fennmaradt löszfalhoz, amely régészeti és őskori geológiai maradványokat rejt az Alföldön egyedülálló módon. A területet jól ismerő természetvédelmi őr elmondta, hogy a növényritkaságok mellett több mint 100 madárfajt is megfigyeltek itt. Szóba került az is, hogy ez a háborítatlan terület ideális élőhelye lehetne a fogyatkozó számú ürgéknek, valamint a rendkívül ritka délvidéki földi kutyáknak is. A településtől mindössze 1 kilométerre elterülő kis dombos puszta és a löszfal szabadon látogatható. Értékeiről tájékoztató táblát is elhelyeztek. A száraz homok, illetve löszgyepek élénksárga virága a tavaszi hírics, amely márciusban, áprilisban nyílik. Középbácskában csupán a Krivajapatak lipári völgyében található meg. Idén első alkalommal szervezte meg a Topolyai Arkusz Környezetvédő Egyesület a hírics túrát azért, hogy felhívják a figyelmet erre a látványos, fokozottan védett vadvirágra. A Krivajapatak lipári völgyébe érkeztek a hírics túra résztvevői.
A szántóföldek és a patak közötti löszgyepeket idén is felgyújtották a gondatlan emberek. A természet nem adja fel könnyedén, a leégett növényzet alól már sarjadtak az újhajtások. A réti vörös hangyák szorgosan építették újjá kiégetett váraikat. Idén a tűz nem terjedt a héricsek lelőhelyéig, így a túrázók gyönyörködhettek az élénk sárga tavaszi virágokban. Gyerekeket, családokat és időseket egyaránt érdekelt a tavaszi hérics, mintegy 30-an vettek részt a szakmai vezetéssel egybekötött túrán, Topolyáról és Szabadkáról. Nagyon szeretek kint lenni a napon, meg szeretem az állatokat, meg magarakat nézegetni. Hogy tetszett a tavaszi hérics? Jól, nagyon jó volt. Héricset nem ültetjük a kertbe, de csodálatosan szép, meg a lustálkodós vasárnap délután helyett nagyon jó programnak tartom. Friss levegő, gyerekek, fölnőttek, kíváncsiak, aranyosak, jókat lehet beszélgetni. A tavaszi hérics a boglárka virágúak rendjéhez, ezen belül a boglárka félék családjához tartozó, Szerbiában és Magyarországon is egyaránt védett növényfaj. Európa középső és déli részétől egészen a nyugat-szibériai síkságig fordul elő. Magyarországon többek között megtalálható az akteleki karszt, a jászság, a keszthelyi fennsík és a kisalföld területén. Élénk sárga virágai a 8 cm átmérőt is elérhetik, 20 sziromlevele, sok porzója van. Homok, illetve löszgyepeken található meg, tehát maga tőből törelő a növény, tehát a tő áttelelő, és a szár fölfelé törő zöld, nagyon érdekes, hogy a levelei újjasak, és azután mindig a szárnak a csúcsán ülnek majd a virágok. Az első virágok, amikor megjelennek, akkor csak egész alacsony a szár, és már elkezd virágozni, aztán egy kicsikét magasabban nő. Ez egyébként a gyepnek az adottságától is függhet, hogy mondjuk a gyeptakaró milyen vastagságú, vagy éppen mennyi fűféle van körülötte, elnyúlhat mondjuk egy kezelt területen, ahol például legeltetés zajlik, ott inkább elterülő szárat figyelhetünk meg a gyepekbe, itt ezen a területen inkább fölfelé törő, és majd aztán végül a nagy sárga virág, mikor a sziromleveit elhullassza, akkor aztán végül is találhatunk egy nagy, hát mondjuk egy ilyen mag bugát gyakorlatilag a csúcson, és ott fogja érlelni majd a magjait, és egy gyakorlatilag nyárra teljesen beszárad a növénynek a szára, és visszahúzódik. A tavaszi hérics a homokgyepeken gyakoribb növényfaj, Közép-Bácskában csupán a Krivajapatak Lipári völgyében található meg, nem homokos talajon. Az emberi tudatlanságból eredő tűzgyújtások veszélyeztetik a tavaszi hérics élőhelyét. A gyep, ahol jelenleg is tartózkodunk, egy tipikus példája annak, hogy mondjuk ez a ritka növény hogy kerülhet veszélybe. Tehát itt mondjuk elsősorban két veszélyforrást tudunk megemlíteni. Egy az, hogy a túl buzgó polgárok, környékbeliek, nem mondom, hogy éves szinten, de 2-3 évente leégetik a gyepet, és hát persze ugye tavasszal a legoptimálisabb a száraz szénának a meggyújtása, ami azt jelenti, hogy főleg virágzási időben kerül leégetésre a tavaszi hérics, aminek az lesz a következménye, hogy elég gyakorlatilag a növénynek a szára. Ettől függetlenül a tő, ha elég erős, akkor nyilván túléli, viszont a kisebb példányok sérülhetnek olyan szinten, hogy esetleg is pusztulhatnak. Illetve egy másik tipikus példája, hogy az emberek szerint ezeken a területeken nincs semmi, ami azt jelenti, hogy pontosan tökéletesen megfelel, hogy akáccal bejutassuk, vagy esetleg szibériai szillel, amivel pontosan tönkretesszük ezeket a gyepeket, tehát ugye a jövőben nem lesz majd megfelelően kaszálható sem, átalakul egy szinte monokultúrává, ugyanúgy fog kinézni a végén, mint mondjuk egy kukoricás, tehát lesz rajta akác, és az aljnövényzet szinte semmi, mert ugye leárnyékolja, ezek nyilván eleve már szárazság tűrő növények, illetve napfényigényesek, ami azt jelenti, az árnyékolástól tönkre fog menni a gyep, és hát itt is látható, hogy a héricsek között mindenfelé
ott vannak már az akács súrják, ami egy összetett folyamatnak a következménye, tehát ugye, hogy leégették az akáccal együtt a gyepet, az akác még fiatal korában megégett, ugye a kérge nyilván elszáradt, de a tő az élt, és tőről sokkal többet hajtott, tehát hogy lehet, hogy egy elégett akác helyett lett 5 vagy 6 másik hajtás, és most gyakorlatilag egy ilyen akác súrja tengerben találhatók meg a tavaszi héricsek, ami egyedül egyformán, tehát csak is természetvédelmi kezeléssel, szisztematikusan, tudatosan eltávolítva ezeket az akácokat lehet megmenteni ezt a héricses élőhelyet, máskülönben ők is el fognak tűnni. Legeltetéssel, kaszálással lenne fenntartható a lőzpuszta gyepek ökoszisztémája, így a tavaszi hérics élőhelye is, mondják a szakemberek.